Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket a Hévízi Televízió Háttér című műsorában. Évek óta hagyomány már, hogy így az év eleje tájt igyekszünk egyfajta mérleget vonni az elmúlt év városi teljesítményeiről, kiemelten természetesen a turisztika miben létéről, eredményeiről, esetleges gondjairól. Így lesz ez ma is. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Pap Gábor, városunk polgármestere és Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója a vendégünk természetesen, hiszen a téma adott, turisztika. Néhány éve beszélgettünk már a zavaros időkben, a covidos időkben, akkor körülbelül az hangzott el, hogy 2023 esetleg lehet a konszolidáció éve turisztikai szempontból. Volt-e? Lett-e? Alapvetően igen, habár a covidos időszak után ugye egy másik, mondhatom így, hogy csapás érte a turizmust, nem csak Magyarországit, nem csak Hévízét, hanem adott esetben Európa a turizmusát is, ez pedig gyakorlatilag a orosz-ukrán konfliktus vagy háború kitörése, és hát sajnos ugyanígy a turizmust erős teljesen érintette a Közel-Keleten zajló háború is, és ezek nem voltak kalkulálhatók, hogy ilyen furcsán fogalmazzak. Látható volt ugye, hogy 2020-ban a turizmust vendégészaka számba is, mindenféle szempontból is, költési szempontból is, egyebek szempontjából is ugye zárások voltak. Ez ugye még 21-ben is érvényes volt, sőt 22-ben is, hiszen akkor zajlott a Covid. De nagyon visszacsökkentek a vendégészakák, a turisták utazása nagyon visszacsökkent egész Európában, így nálunk is. A belföld felörösödött 21-be, 22-be, sőt gyakorlatilag csak belföldi vendégekről beszélhettünk majdnem ezekben az években. 23-ban ez a tendencia már megfordult, ugye mindig is tudtuk azt, hogy Hévíz alapvetően a vendégeket tekintve nagyjából 70% volt a külföldi és 30% volt a belföldi. Ez ezen időszakban a 20-21-es években megfordult, gyakorlatilag 20% volt a külföldi és 80% a belföldi, és hát csökkent a vendégészak a szám. Ez nagyjából 20-ban, amikor a teljes zárások voltak, 250 ezer volt Hévízen, aztán 21-ben már 500 ezer környékére fölment, 22-ben már 750 ezerről beszéltünk, és a tavalyi évben majdnem elértük gyakorlatilag az 1 millió vendégészakát, és a tendencia is megfordult, most már ott tartunk nagyjából, hogy 50-60%, 60-40% körülbelül a külföldi és a magyar vendégek aránya, vagy az eltöltött vendégészakákban az arányok. Úgyhogy a tendencia megfordult, és növekedés is volt, de hát ott van ez az imént említett háborús konfliktusok, ahol gyakorlatilag izraeli vendégek kiestek, hiszen azért az csúcsidőszakban Hévízen az is önmagában egy 17-20 ezer vendégészaka volt, az orosz vendégészak pedig 300-350 ezer vendégészaka volt. Na most ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy teljesen kiesett, nem csak a hévízi piacról, de a hévízi piacot érintette a legjobban Magyarországot tekintve, és természetesen Budapestet. Most ezeket kell gyakorlatilag visszapótolni, egy ekkora mennyiségi vendégészakát visszapótolni pedig nagyon nehéz, de erről majd úgyis Tamás azt gondolom, hogy beszélni fog. Tehát ebben a látható egyértelműen a javuló tendencia, és hát aztán akkor még beszélhetünk az energiáremelésekről, az inflációról, ami úgy szintén a gazdaság minden területét és a turizmust is érinti, de látjuk, hogy emelkedés volt, ahogy mondtam, 2023-ban már az 1 millió vendégészakát súroljuk, és 40 országból érkeztek hozzánk már vendégek, mikorábban ugye ez valamikor 19-ben több mint 50 országból érkeztek, a 20-as, 22-es években pedig ez gyakorlatilag leszűkült pár országra, tehát most már ezeknél a pozitív adatoknál tartunk. Mit mutatnak a számok, pontosabban mi van a számok mögött? Önmagában az a szám, amit hallottunk polgármester úrtól, ez a közel 1 millió vendégészaka, ez már közelít a hévízi csúcsmennyiséghez, ami néhány évvel ezelőtt azt hiszem 1 millió 220 ezer vendégészaka volt, és ez a felsorolt nehézségeket figyelembe véve igenis eredmény. Hogy sikerült? Igen, nyilván, ha hozzáadhatnánk ezt a 300-350 ezer orosz vendégészeket, akkor csúcsévről beszélhetnénk, de hát nem adhatjuk ezt hozzá, nincsenek ők itt. Úgyhogy
Úgy kell számítani, hogy ezt a kiesett több százezer vendégészeket sok pici piacról kell pótolni, hiszen egy piacról lehetetlen ezt egy év alatt visszapótolni. És ebben azért a folyamatok segítenek minket, és talán a marketing munka is. Ugye ha nézzük a 23-as évet, akkor az első negyed év az nagyon jól sikerült. Növekedett a belföldi vendégek száma, az osztrák, a cseh, a szlovák, sőt még a német vendégészakák száma is az előző, azt megelőző évekhez képest. A nyári időszakban ott, ahogy azt elmondta a polgármester úr is, a belföldön stagnálás visszaesés volt az inflációs hatások miatt, lehetett menni újra külföldre, ez egész országban, főleg a Balatonig is igenis jellemző volt. Az év utolsó részében pedig nagyjából azt mondom, hogy tartottuk azokat a számokat, amiket kellett, tehát a szlovákok, osztrákok, csehek tovább nőttek, valamint megjelentek új piacok is, amik 2019-hez képest akár meg is háromszorozottak. Ilyen, ugyan még kis számmal természetesen, ilyen a lengyel, a román, a szlovén, ami jelenti ilyen 8-tól 20 ezer vendégészakát országonként. Tehát ez, amiről beszéltem, hogy sok pici piacot kell megszólítanunk, és abból tudunk most építkezni. Tehát egyértelműen a jövő év is, illetve ez az év is arról fog szólni 2024, hogy a marketing munkát több országra ki kell terjesztenünk, és igenis fókuszáltan kell kampányokat indítanunk, tehát térben, időben koncentrálni kell a marketing tevékenységet. Ez mit jelent a gyakorlatban, hiszen sok kisebb desztinációt figyelembe véve, ez egy egészen egyszerű logika mentén is azt jelenti, hogy megosztott marketing munka figyelembe véve az adott desztináció körülményeit, szokásait, tehát ez azért lényegesen több munkával jár, gondolom. Így igaz. Leültünk előző év vége felé az hotel igazgatókkal, marketinges szakemberekkel, szobakiadókkal. Meghatároztuk, hogy például a német piacon az év első részében kifejezetten a München városra és annak régójára koncentrálunk. Ott indítunk nem csak online kampányokat, hanem akár kint vagyunk plakátokon, akár rádióban szereplünk. Tehát igen, itt figyelni kell arra, hogy milyen közönséget célzunk meg, és őt mikor lehet elérni, ő mikor mit olvas, mit figyel, merre közlekedik, és ez alapján próbáljuk a marketing munkát továbbfejleszteni. Nyilván az online marketing az, ahol tudunk azonnal reagálni, ha látjuk, hogy egy marketing kampány nem úgy alakul, tudjuk módosítani, de ezen kívül kint leszünk idén több kiállításon is, ez elmaradt az elmúlt három évben. Kezdünk Szlovéniával, Ljubljanával. Oda összesen hatan megyünk hotelekkel, szobakiadókkal, utána megyünk Bécsbe a férjem messzére, utána Klagenfurtba, de közben megyünk egy lengyel szakmai kiállításra is, tehát nem fogunk unatkozni, de mindenképpen az a cél, hogy tudjuk a vendégészakák számát növelni, új piacon megjelenni, magát Héviszt másképp pozícionálni, akár mint ahogy korábban volt, hiszen nyilván bizonyos piacokon, ahol a 40 éveseket célozzuk meg, ott nem csak a tradicionális gyógykurát kell tudnunk eladni, hanem Héviszt és a környékét, mint egy aktív és zöld desztinációt. Az elmúlt év egészére visszatekintve, nyilván az év elején a tervezéskor volt egy elképzelt eredmény, amit elkívánt érni a KFT és a város természetesen. Ehhez képest, tehát az előre megcélzott eredményhez képest sikere 2023. Én mindig pozitívan gondolkodok, tehát egyrészt abban is, amikor megcélzom az eredményeket, szeretnék jó eredményeket elérni, és amikor ezeket elemezzük, akkor is látjuk, hogy melyek azok a piacok, ahol ez igenis nagyon jól sikerül, és látjuk, hogy melyek azok a piacok, ahol talán még inkább fokozni kell a tevékenységet. Tehát mondok erre egy példát, az látszik, hogy a cseh és a szlovák piacon jól működik Héviz, megszerették ezt a települést és a környéket. Az osztrák piacon látszik, hogy amikor egy kampányt elindítunk, akkor igenis tudnak a 40 év felettiek és a szeniorok is jönni hozzánk. A német piac az, ahol még változtatni kell, sőt, akár ehhez nem is elég Héviz önmagában, valószínűleg egy teljes országmarketing tevékenység az, amit ehhez hozzá kell igazítani, hogy a német piacon ismét tudjunk egy emelkedő tendenciát kimutatni, de erre azért nagyon jó garancia az, hogy Kinyi László lett az MTU új vezérigazgatója, és egy értékesítés, marketingorientált működés fogja szerintem kezdetét venni az MTU-nél ebben az évben. Egy picit már belevágtunk a jövőbe, akkor maradjunk is a jövőnél. Mi várható a hévízi turisztikában ebben az évben? Különös tekintettel arra, hogy elég nagy változások történnek a városban turisztikai szempontból, hiszen épül a zöldcsillagos szálloda, és a kormányhatározatnak megfelelően a hévízitó is megújul. Legalábbis elkezd megújulni. Így van, ezek azt gondolom, hogy nagyon pozitív fejlemények a város életében, sőt mondhatom azt, hogy történelmi pillanatok. Itt elsősorban természetesen arra a magyar kormány által elfogadott
turisztikai tervre gondolok, amiben gyakorlatilag Hévízt, illetve Tokajt kiemelték, és hogy erre elindul egy fajta fejlesztés. Ez egy történelmi lépték és egy történelmi lehetőség. Ma, ahogy Tamás is már említette, és ahogy ezt mindenki is tapasztalhatja, aki reálisan nézi és figyeli a turizmus alakulását, nagyon megváltoztak a szokások, nagyon árérzékeny lett ez a terület, hiszen látjuk ezeket a gazdasági folyamatokat, amik lezajlanak a világba, infláció, és amiket én már említettem, vagy energiárak, tehát teljesen megváltoztak a turisták szokásai, adott esetben az igényei is, alapvetően, és ezt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy a Hévíz Balaton Airport vagy egy reptérnek a működése nagyon-nagyon pozitívan tudja befolyásolni egy desztináció vagy egy térségnek az előrelépését. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel nagyokat tudunk előrelépni. Az, hogy ez milyen gyorsasággal megy, ez egy másik kérdés, akár a fejlesztés szempontjából, vagy adott esetben behozni a vendéged. Az látható, hogy a kormány döntés folyamán, hiszen ez ugye tavalyi évben lett nyilvános, már számos országból keresnek személyesen adott esetben engem is, vagy vendégek, akik jönnek most is éppen Szlovákiából, látunk vendégeket közösen a Szobakiadók Szövetségével, akik már tudják ezt a fejlesztést, ez érdekli őket, egyik szempontból természetesen turisztikai szempontból érdekli őket, másik oldalról akár befektetői szempontból is érdekli őket, és ez számos országot tudnánk még felsorolni, akik kerestek ez ügyben bennünket, akár csehek, vagy akár törökök, és sorolhatnám még, vagy akár olaszok is. Ez mindenképpen egy fontos lépés. Most éppen a napokban ismét fel lehetett venni Izraellel a kapcsolatot turisztikai vonalon, hiszen látható volt az országos hírekben is, hogy ismét elindultak Magyarországról menetrendszerű járatok vagy gépek Tel Avivba. Ez is egy újabb lehetőség, hiszen onnan is nagyon nagy érdeklődés van. És hát bárhogy is nézzük, mindenhol az adatokat és a számokat kell figyelni. Sokszor beszéltem már én is, és itt, és az országban is elhangzott, hogy gyakorlatilag egy adatalapú turizmusra tértünk át, ami egyértelműen jó, mondhatjuk azt, hogy jó, lehet, hogy ez furcsán hangzik, az ENTAK adatok és más egyéb adatok, amik befolynak, és mi is figyeljük őket. Ezek nagyon fontosak, mert látjuk azt, hogy ki kíváncsi ránk, miért jön, mik a szokások. Nagyon jó következtetéseket lehet levonni ebből, és ezeket nagyon jól át lehet fordítani a marketing tevékenységre, hogy kit célozzunk, milyen korosztályt, milyen országot, milyen térséget, akár egy országon belül. Ezek rettenetesen fontosak. És hozzáteszem, hogy most éppen azért egy csomó nemzetközi pályázatban is sikeresek voltunk, tehát két interreges pályázatot is elnyertünk, ahol számos partnerünk van, van, ahol mi vagyunk a vezető partnerek, számos ország és számos település, ahol úgy szintén lehet ezeket úgy alakítani, ezeket a pályázatokat, az egyik egy kifejezetten turisztikai pályázat, a másik egy más típusú, de olyan kapcsolatokat tudunk teremteni, ahol Hévízt megint meg tudjuk mutatni adott esetben Bulgáriában, vagy Portugáliában, vagy sorolhatnám még ezeket, amiket természetesen a pályázat kifinanszíroz, de ezek is olyan reklám lehetőségek Hévíz számára, amiket kihasználunk, ezekkel sok munka van, utazás van, ezek ilyen egy-két napos gyors utazások, prezentációk, tárgyalások, és jövünk haza, de tudjuk vinni hírét Hévíznek, és ezt a fejlesztést pedig megindult a folyamat, gyakorlatilag a átadás-átvételi folyamat, úgy, ahogy a kormányrendelet ezt előírta, hogy egy állami cég fogja ezt az egészet üzemeltetni, a hévízi tavat, illetve egyéb más egységeket, és a fejlesztést is ő fogja vezényelni. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó jövőképet mutat Hévíz városának. Pontosan a fejlesztésekről van még szó, ugye a polgármester úr is utalt rá, a Hévízi tó állami tulajdon volt, állami tulajdon maradt is. Ugyanakkor ennek a turisztikai hozadéka, a fejlesztések turisztikai hozadéka Hévízen is lecsapódik. Mekkora szerepe lehet Hévíznek az előzetes tervezésben, vagy mekkora szerepe van a hozadékban? Az, hogy megszületett ez a döntés, a döntéshozóktól, és ugye ezt forrást is biztosítanak a jelenlegi állás szerint. Ezt egy teljesítmény előzte meg, Hévíz város teljesítménye. Természetesen ehhez kellett egy megfelelő lobbyerő is,
és nagyon sok munka van benne, hogy egyáltalán elérkezhetünk eddig a pillanathoz. Az, hogy most állami kézből, gyakorlatilag állami kézben maradt, vagy marad, ennek azért van egy fontos jelentősége, hiszen eddig egy egészségügyi szemlélettel, egészségügyi szektorban szerepelt ez a létesítmény, most pedig gyakorlatilag egy turisztikai szemléletű cég fogja vinni, ami azt gondolom, hogy óriási változásokat, pozitív változásokat kell, hogy hozzon. A fejlesztés is úgy szintén, hiszen itt majd nekünk mintákat kell megnézni, más országokban igényeket felmérni, és visszahozni persze a Hévíz hagyományos olyan fajta lehetőségét a tradicionális gyógykúrába, akár az építészetbe is, ami fontos, vonzerő és egyedi. Ebben Hévíz Arasának lesz természetesen szerepe, még ha a cégben nincs is effektívben Hévíz városa, de egy folyamatos egyeztetés, lobby tevékenység előzte ezt meg, és hát mivel mi vagyunk itt helyben, ezért természetesen a mi véleményünkre, szakmai tudásunkra egyértelműen számítanak, és hát azért van egy nagyon jó kialakult kapcsolat Magyarország turizmusát vezető miniszterrel, vagy miniszterekkel, vagy az ott dolgozókkal, és hát a Magyar Turisztikai Ügynökség is, úgy, ahogy Tamás is említette, gyakorlatilag hetente történnek különböző egyeztetések, és ott is vannak átalakulások, és egy sales tevékenységet fognak folytatni, amiben Héviszt be fogják kapcsolni, hiszen fontos, nem véletlenül határozták meg ezt a Tokaj és Hévízi helyszíneket, ami persze nem csak a városra korlátozódik, hiszen ennek a térségre is lesz kihatása. Tehát ebben, ha valamiben, akkor most van egy óriási előrelépési lehetőség, ezt meg kell ragadni minden áron, mert ez a vállalkozók, az itt élők, a környéknek is kulcskérdés a további életébe is, növekedésében, a gazdasági növekedésben. Fel van-e készülve a hévízi turisztika marketing szempontból erre a fajta új helyzetre? Kell-e új stratégiákat kidolgozni? Kell-e rápakolni még a munkára? Ugye a sok apró desztináció megnyeréséről már beszéltünk. Vagy az a helyzet, hogy a felújításokkal szinte magától jönnek a vendégek, de ez persze csak... Nem, ez egy olyan munka, ami örömmel tölt el minket, hogyha arra tudunk marketing stratégiát építeni egy új termékkel elő Hévízen. Azért ezt nem szabad tagadni, hogy igenis ráfért a fejlesztés már erre a hévízi épületre és a tó környékére. Úgyhogy mindenképpen erre a stratégiát kell építeni, el kell mondani, akár a törzsvendégek, akik nem voltak itt az elmúlt néhány évben, hogy igenis a hévízi tó megújul, milyen fantasztikus létesítmény fog itt létrejönni, valamint hogyha a közlekedési lehetőségek javulnak Hévízfe, hiszen a kulcs a turizmusban az elérhetőség. Tehát nagyon tudjuk, hogy azért a német turisták a 90-es években 16 órát még boldogan buszoztak, autóztak, a mai kor turistája már nem akar 16 órát buszozni, autózni, hiszen repülőgépek vannak, gyorsvasutak vannak, tehát ő minél gyorsabban és könnyebben el akar érni az úti célját. Tehát igen, ahogy kérdezted, ezek a fejlesztések egyértelműen segítik és fejlesztik a marketing munkát is, hiszen új elemeket tudunk betenni. Sinen van a hévízi turizmus, vagy sinen lesz 2024-ben, mondhatjuk ezt? Szerintem a hévízi turizmus sinen van. A fő kérdés az, hogy ezen a sinen milyen sebességgel tudunk haladni. Hogy egy gyors vasút sebességével fogunk tudni haladni. Én azt gondolom, hogy igen. Ebben nagyon-nagyon sok munkát kell belerakni, nagyon sok gondolkodás, nagyon sok adatot kell elemezni, nagyon sok kapcsolatot kell teremteni, nagyon sok lobby tevékenységet kell folytatni, és természetesen vannak rá közvetett vagy közvetlen hatások is, hogy a város költségvetése stabil, a város túl tudta élni a covidos, a háborús időszakot, az energiaválságot, az inflációt, hiszen ez még most is itt van velünk, tehát ezt még a mai napig is érzékeljük, tehát gyakorlatilag a covid az, ami valamilyen szinten elmúlt, de azt sem mondhatom, hogy elmúlt, hanem megszoktuk, vagy már a minden napjainká vált, de az összes többi az itt van velünk, sajnos. Ezeket túl kell élni, tehát ott vagyunk a sinen, az a lényeg, hogy milyen gyorsan tudunk haladni, de a sinen kell maradni, ott is vagyunk, és stabilan ennek a mozdonynak, vagy hívhatjuk bárminek is, erőteljesen haladni kell, és fel kell ülni erre, és minél több embert kell felültetni erre, és minél több embernek meg kell érteni ezt a fajta helyzetet, hogy ebből hogy lehet gyakorlatilag sikereket elérni. Hajrá, suhanjon a mozdony! Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen!